Üdvözöllek! Egy új sorozatot indítok a csatornán, rendszeresen be fogok mutatni egy-egy készítményt a webshopomból. Ezt a sorozatot azért is indítom, mert nagyon sok üzenetet kapok tőletek, hogy ajánljak konkrét termékeket, így úgy döntöttem, hogy minden héten bemutatok egyet belőlük. Sokat közülük én terveztem, fejlesztettem, így pontos javaslatokat tudok neked adni, azon sok ezer visszajelzés alapján is, amit 2010 óta kaptam olyanoktól, akik szedték őket. Szó lesz minden terméknél az alkalmazás módjáról, tehát arról, hogy hogyan szedjük, mikor és mennyit, hogy mire figyeljünk oda, milyen mellékhatások lehetnek, hogy mikor ne szedjük, és arról is, hogy milyen egészségügyi problémák esetén érdemes a terápia részévé tenni őket. Ebben a mai videóban a Manna Vita méhpempőről lesz szó, amely friss, tiszta méhpempő, azaz nincs alávetve semmilyen kémiai vagy vegyi eljárásnak, pont olyan állapotban van, ahogyan azt a méhek a kaptárban létrehozták. A webshopom címét látod nagyban kiírva, de jobb felül is megjelenik, illetve a videó leírásában is megtalálod. Ha behozod a weboldalt, majd keres rá a méhpempő szóra, és már is látod a találatokat. A Manna Vita méhpempő kétfajta minőségben kapható, a normál változat minimum 2,2% 10 HDA-t, míg a prémium minimum 2,5% 10 HDA-t tartalmaz. A 10 HDA a méhpempő biológiai markere, minél magasabb a szintje, vele arányosan a többi tápanyagnak a mennyisége is növekszik, tehát az acetilkolin, B-vitaminok, antioxidánsok és más mikrotápanyagok mennyisége is magasabb. Ha szeretnél egy valamit szedni csak, amiben sokféle tápanyag benne van, és ugye jól felszívódó formában, akkor a tiszta méhpempő az egyik legjobb választás, hiszen több mint 250 biológiailag aktív összetevőt tartalmaz. A Manna Vita méhpempő olyan méhészetekben készül, ahol már régóta méhpempő termeléssel foglalkoznak. 2010-től kezdődően ez volt az első hazai friss tiszta méhpempő, ami kereskedelmi forgalomban volt. A tiszta méhpempőben az első fontos vegyület az acetilkolin, mely mind a perifériás, mind a központi idegrendszerben ingerület átvívő anyagként működik, más szóval az agysejtek közötti kommunikáció fontos szereplője. A második fontos anyag a méhpempőben a már említett 10 HDA sav, ami egy gyulladást csökkentő és baktérium ellenes vegyület. A méhpempő egy B-komplex forrás is egyben, tehát a B-vitaminok pótlásához is szedhető. Sok B-vitamin tartalmaz, kiemeltem pantoténsavat, melyet stresszellenes vitaminként is ismerünk. Mindezeken túl a pempőben nagyon sokféle vitamin, ásványi anyag, antioxidáns van jelen, de tartalmaz DNS-t és antibakteriális anyagokat is. A méhpempő fogyasztása egyszerű, az alapszedése naponta 1-2 g. A Manna Vita méhpempő csomagolásában találni fogsz fél grammos és 1 grammos mennyiség kimérésére alkalmas adagolókanalat. Általánosan elmondható, hogy 80-90 kg-os testsúly felett már érdemes napi 2 g-ot fogyasztani belőle, ez alatt pedig az 1 g ideális szokott lenni. A méhpempőt étkezések előtt vagy után érdemes bevenni egy 20-30 perccel, és inkább a reggeli délelőtti órákban energetizáló hatásai miatt. Bent lehet tartani a szájban a nyelv alatt egy pár percig, mielőtt lenyeljük, ilyenkor a hatóanyagok egy része fel tud szívódni a száj nyálkahártyáján. A méhpempőt lehet szedni egy időben más készítményekkel, de ajánlott egy 20 perccel utánuk vagy előttük bevenni. A méhpempőszedés mellékhatásai lehetnek az első pár napban a hasmenés, ez a méregtelenítés jele. A testnek szüksége van egy kis időre, hogy hozzászokjon. Ilyenkor egy pár napig csökkens le a napi adagot fél grammra. A videó leírásában megtalálod ezeket az információkat. A méhpempővel kapcsolatos legtöbb pozitív visszajelzést a különböző hormonális problémákkal kapcsolatosak, ezen belül is, amire a legtöbben a Manna Vita méhpempőt is szedik, az a termékenység fokozása. Hölgyeknek a ciklus ideje alatt vagy érdemes szünetet tartani vele, vagy csak kis adagokat fogyasztani belőle, esetleg két naponta szedni csak, míg a férfiak folyamatosan szedhetik napi akár 2 grammal. A méhpempő segít megemelni a tesztoszteron szintet férfiaknál, és ez a hatás a legtöbb esetben már mindjárt az első fogyasztás után tapasztalható. Lombik programnál a beültetés előtt már legalább 2-3 hónappal érdemes elkezdeni a méhpempőkúrát. A méhpempő azért tud jól működni nagyon sokféle hormonegyensúly felborulással járó probléma esetén, mert tartalmazza számos hormonnak az előhormonját, amiből a testünk könnyen tud új hormonokat építeni, illetve rengeteg egyéb vegyületet, ugye ilyenek a B-vitaminok is, melyek a hormonok számára a legfontosabb vitaminok.
A méhpempő alapvetően bármilyen diéta esetén szedhető, hiszen ugye a napi 1-2 g érdemben nem befolyásolja fehérje, zsír és szénhidrát arányokat. A termékenységi problémákon túl a legtöbb pozitív visszajelzést ízületi gyulladás, májbetegségek, cukorbetegség, magas koleszterin szint, PMS, a változókori tünetek, memóriaomlás, immungyengeség és fáradtságérzet kapcsán kaptuk az elmúlt 10 évben, így ezen problémákra ajánlom elsősorban, hogy próbáld ki a szedését. Rengetegen fogyasztják egyszerűen csak megelőzési célból, és nem csak a téli időszakban, immunerősítésre, de érdemes vele kurát tartani évente több alkalommal is, például minden évszakban. Gyerekeknek is lehet adni, nekik általában mézben elkeverve szokták. A terhesség első kétharmadában ajánlható a szedése, az utolsó egyharmadban már inkább ne szedjük, elsősorban azért, mert befolyásolhatja a hormonok működését. Szülés után azonban egyből el lehet kezdeni a szedését, mivel segíthet a tejtermelődés beindításában, illetve a fogyasztásával a tejen keresztül a babának is adhatjuk a tápanyagokat. Magas vérnyomás esetén oda kell figyelni a méhpempő bevitelére, mert megemelheti a vérnyomást, de nagyon kis adagokkal elkezdve 1-2 hétig meg lehet próbálni a szedését, és közben figyelni, mérni a vérnyomásunkat. Ha nem rosszabbodik az állapot, meg lehet emelni fokozatosan a napi adagot. Ha gyomor vagy bérfekélyed van, mindenképpen 1-2 kanál mézben elkeverve fogyaszd a méhpempőt, mert egy erősen savas anyag. Vérhígító vérrögképződés megelőzésére szedett gyógyszerek esetén oda kell figyelni a szedésére, mert befolyásolhatja a működésüket. Általában aki allergiás a pollenre, a méhpempőre nem szokott allergiás tüneteket produkálni, de ha valamilyen méhészeti termékre allergiás vagy, első alkalommal mindenképpen csak egy nagyon kis adagot fogyassz el belőle, és vár 2-3 órát, figyeld meg a hatásait a testedre. A Mannavita friss tiszta méhpempőt meg tudod rendelni a www.mannavita.hu webáruházban. A webshop címét látod itt nagyban, jobb felül is megjelenik, de megtalálod a videó leírásában is. A rendeléseket általában egy munkanapon belül kollégáim elkészítik, majd átadják a futárszolgálatnak, és ők egy munkanapon belül kiszállítják neked hűtőgéllel hűtve. Ha bármilyen kérdésed merül fel, akár később is a méhpempővel kapcsolatban, nyugodtan írd nekem e-mailt, segítek, válaszolok rá. Minden termékre a webshopban 30 napos pénzvisszafizetési garancia van, tehát ha bármivel nem vagy megelégedve, kérdés nélkül kollégáim visszatérítik minden költségedet. Ha vannak nyitott kérdéseid még, nyugodtan írd meg nekem, látható az e-mail címem, illetve telefonon is tudsz kérdezni, rendelni szakértő kollégáimtól, a telefonszámot megtalálod a webshopban. Ha szeded már a méhpempőt és vannak vele tapasztalataid, amit szívesen elmondanál, írd meg nekem, mert a visszajelzések fontosak számomra is. Jó méhpempőfogyasztást kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!